Sziasztok! Ez itt a Mise blog. Az előző részben arról volt szó, hogy a Szent Misében Jézus Krisztus halálát és feltámadását ünnepeljük, és a mi saját örök életünket. A Szent Mise helyszíne, a kápolna, a templom vagy egy bazilika. A mai alkalommal ezekkel fogunk megismerkedni. Miért van szükség templomokra? Sokan azt mondják, hogy Isten mindenütt jelen van, bárhol megszólítható. Ez igaz, de az emberiség története során mindig is vágytak olyan helyre, alakítottak ki olyan helyeket, ahol a természet felettivel a transzcendenssel találkozhattak. A zsidó nép vándorlása során sátrat építettek Jákvénak, aki felhőben leereszkedve beszélt az arra kiválasztott emberekkel, és ők aztán közvetítették Isten szavát a nép felé. Amikor letelepedtek, kőtemplomot építettek Jákvénak, oda gyűltek össze imádkozni, Istent imádni. A keresztények az első néhány évszázadban, amikor keresztény üldözésnek voltak kitéve, házaknál mutatták be a Szent Misét, azaz az Eukarisztiát. A harmadik századból maradt fenn az első olyan ház, amit már kifejezetten templommá alakítottak, nagyjából a zsinagóga berendezéséhez hasonlóan. Az egyház története során koroktól függően különböző stílusokban épültek templomok. Ezért találunk ma is római, gót, reneszánsz vagy barok vagy éppen modern templomot ami mindegyikben közös, hogy található bennük egy szentély, egy abszis. A szentélyben ott van az oltár és a felolvasó állvány, más néven ambó. Ezen kívül találunk egy díszes széket és mellette egyéb székeket a szentmisét bemutató papnak vagy püspöknek és segítőinek. Ugyanígy található az oltár és rajta egy kis szekrény, ahova a szentmisében átváltoztatott oltári szentséget tesszük, ott őrizzük, hogy aztán betegekhez el tudjuk vinni. Ez korábban falba volt, majd oltárra emelték, esetleg gótikus tornyot építettek rá, de a mai modern templomokban külön is állhat ez a tabernákulum. Az oltári szentségben jelenlévő Krisztust jelzi az örök mécses. Ezért, amikor a tabernákulum elé érünk, térthajtással köszöntjük Jézust. Ez a térthajtás tehát nem az oltárnak szól, hanem Krisztusnak, aki jelen van az oltári szentségben. Általában a szentéből nyílik a sekrestje. A sekrestje egy olyan helyiség, ahol tároljuk azokat a tárgyakat, amikre szükség van a szentmisében vagy más liturgiákban. Itt szokott átöltözni a pap vagy a püspök és az asszisztencia, tehát az ő segítői a szentmiséhez. A szekrényekben lógnak a miseruhák, a minisztráns ruhák. Itt találjuk a kelyheket, kis tálakat, kendőket, gyertyákat, füstöléshez szükséges eszközöket, de gyakran itt találjuk a hangosításhoz, vetítéshez szükséges technikát is. A sekreste szekrényében különböző színű miseruhákat találunk. De melyiket mikor használjuk, mikor hordjuk? Az egyházi év adventtel kezdődik, ami úrjövetet jelent és megelőzi a karácsonyi időszakot. Ennek a színe a viola, vagyis lila. Ez a bűnbánatot és a várakozást fejezi ki. Karácsonyt fehérben ünnepeljük, utána következik az első évközi idő, ez a farsangi időszak, ezt zöldben szoktuk tartani. Egészen hambazó szerdáig tart, és ezzel kezdődik a nagyböjt, a nagybölt színe a lila, ami ismét a bűnbánatot fejezi ki, és felkészít bennünket húsvétra. Húsvét színe a fehér, és a húsvéti idő egészen pünkösdig a szentlélek eljöveteléig tart. Utána következik a második évközi idő, ami a következő advent első vasárnapjáig tart, ismét zöldben. Fehéret használunk még egyes szentek ünnepein, de a fehéren, zöldön és lilán kívül piros miseruhát is fordunk, Pünköstkor hiszen a szentélek lángnyelvekben jött el, valamint vértanú szentek, az apostolok és az evangelisták ünnepein, ezen kívül virágvasárnap és nagypénteken. Egy évben kétszer rózsaszín miseruhát is hordhatunk, ez az örömjele. Advent harmadik és nagyböjt negyedik vasárnapján viselhetjük. Fekete miseruhát gyászmisére szoktunk felvenni, az arany pedig a fehér szint helyettesítheti. Az egyházi év során minden nap mutatunk be szentmisét egy nap kivételével. A vasárnap mégis különleges. Fő ünnepként ünnepeljük, hiszen Jézus ezen a napon támad fel, ezért gyűlik ilyenkor össze az egész keresztény közösség. Miért pont vasárnap, és miért csak hét naponta? A zsidóság sábatot pihenő napot tartott a hetedik napon, mert hogy a Biblia tanúsága szerint Isten a teremtéskor a hetedik nap megpihent. A keresztények, mivel Jézus vasárnap hajnalra támad fel, vasárnap ünneplik ezt a napot. Az egyházi év csúcsa a húsvéti szent három nap. Nagy csütörtök, nagy péntek, nagy szombat. Nagy az utolsó vacsorára emlékezünk, az oltári szentség és a papság szentségének alapítására. Nagy az egyetlen nap, amikor nem mutatunk be szentmisét. Jézus ezen alapon halt megértünk. Nagy szombaton pedig már a feltámadását ünnepeljük. A legtöbb templomban találunk orgonát, de mit keres egy hangszer az Isten házában? Régi keresztény mondás, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Már a zsinagógákban is énekelték a zsoltárokat. Hogyha elővesszük a Bibliát és megnézzük a zsoltárok fejlécét, gyakran azt látjuk, hogy oda van írva, milyen éneknek a dallamára kellett énekelni az adott szöveget. Pálapostól a kolosszéjeket bíztatja, hogy énekeltek himnuszokat, szent énekeket. Azaz, Isten dicsőségét még jobban kifejezi egy-egy ének. A liturgikus énekek sok-sok évszázad alatt alakultak ki. Az egyszólamú, Gregorián ének az egyház fő liturgikus nyelve. A több szólomúság, akárcsak az orgona, később jelenik meg. Ma már különböző hangszerekkel, például gitárral is kísérhetjük a mise énekeit. A templomba belépve az úgynevezett hajóba érkezünk. Ez az a terület, ahol a hívek foglalnak helyet. A szenték közelében található a keresztelőkút, illetve kápolna, ahol gyermekeket, felnőtteket szoktunk keresztelni. Gyakran látjuk, hogy a templomot díszítik festmények vagy éppen szobrok. Miért is vannak ezek itt? Mi a feladatuk? Mi a funkciójuk? Az emberek mindig is szívesen áldoztak arra, hogy az Isten háza legyen a legszebb. Ezért díszítették szobrokkal, képekkel a templomukat. A templomi festmények jó része bibliai jeleneteket ábrázolnak, ezzel is tanítva az oda betérőket. A könyvontatás előtt nagyon keveseknek volt bibliája, és nagyon sokan nem tudtak írni-olvasni. Az ő számukra Jézus életének egy-egy állomását festették meg, és ezeken a képeken keresztül ismerték meg Jézust, tanultak az ő életéről, és így tudták aztán őt követni. A szobrok nem azért vannak ott, hogy leboruljunk és imádjuk őket, hanem emlékeztetnek minket arra, akit ábrázol. Mint ahogy az otthonunkban is szívesen kitesszük egy-egy kedves hozzátartozónk képét, amikor ránézünk, akkor jó szívvel gondolunk rá. Egy-egy szentnek a közbejárását is kérhetjük, nem imádva őket, hanem tisztelve őket, és a példájukat igyekszünk követni. Miután megismerkedtünk a Szent Mise helyszínével a templomban, a következő részben már tényleg a misével fogunk foglalkozni. Ha nem akarsz lemaradni, iratkozz fel a csatornára.